A magyar tenger mértani rejtélyei, a balatoni Nazca vonalak, a mozgó Szűz Mária szobor, földiekkel játszó égi tünemény, a Szent Pornó, a katolikus egyház szexirodalmat értékesít, félelmetes képkockák, rettegett járványok a filmekben, mielőtt a csapda ránk zárul, totális diktatúra, háború a nemzetek ellen, a sumér édenkert, hol terült el a mesés Dilmun földje, Atlantis építésének titkai, elveszett technológiák. Mindenről és még sok más érdekes, izgalmas dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin áprilisi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok, és nagy örömmel jelenthetjük, azt hiszem közösen, hogy két hét után ismét találkozunk, de ez nem jelenti azt, hogy elfeledkeztünk volna az ismétlésekről, mert ezt te mindig elmondod, hogy nagyon-nagyon sokan nézik, és nagyon sokan még hozzáfűznek megjegyzéseket is. És ez csak azért jutott eszembe, mert mielőtt még a maira térnénk, a legutóbbi ismétlés, ha jól emlékszem, akkor valami fenyegetésről szólt. Nem, az hiszem. A változtassuk meg a múltat. A változtassuk meg a világot, igen. A múltat. Nem, a múltat változtassuk meg, időutazásról van szó, ez csak egy poén. Uh-huh. Ez 2014-es adásunk van, visszamenőleg, figyelj, a YouTube algoritmus hogy működik, visszamenőleg 3 hónappal ezelőtt letiltotta, letörölte az adást. Majd várjál, majd most fölraktuk, igen. Megint az ismétlés, most nem volt vele semmi baja. De így működnek az algoritmusok. Erről ennyit körülbelül. Igen, hát akkor ezek szerint tulajdonképpen nem kell senkit bántani, hanem Mr. Algoritmus, igen, a nagy testvér. Igen, a nagy testvér algoritmus, és miután vagy nagyon-nagyon sok ember, 20 és 50 ezer ember között van az, aki személyesen felügyeli ezeket az adatokat, de most gondold el, hogy itt több milliárd videót töltenek fel naponta, hogy azokat nekik ellenőrizni kell, és az algoritmusok még nem a legtökéletesebbek, bár a Google ebben hihetetlen módon élenjáró, mert nála van a Ray Kurzweil, aki a legeslegismertebb mesterséges intelligencia fejlesztő, és maximális mértékben kihasználják ezt, de mégsem tökéletes. Na most nem csak az ismétlés, hanem eszembe jutott az is, ugye, amit még ezelőtt két héttel ezelőtt. Az is eszembe jutott? Igen, azért, mert ezek olyan felejthetetlen adások voltak mindenféleképpen, legalábbis a visszajelzéseket emlegetve. És hát az, hogy a Facebook mindent visz, hogy úgy szokták mondani, és hogy tényleg ezek a bizonyos internetes nagy-nagy cégek most már az nem, hogy befolyásolják, hanem szinte irányítják is az egész világot, főleg azokat az embereket, akik azt hiszik, hogy ők találták fel a spanyol viaszt, miközben bábok, nem? 2700 millió felhasználója van a Facebooknak. Igen. 2,7 milliárd embert. 2,7 milliárd emberről, hogy elmondtuk abban az adásban, mindenkiről van legalább 5000 adata, Atya 5000 Isten. Információja, és akkor itt jön a képbe ez a bizonyos mesterséges intelligencia, igen, meg itt jön a képbe, ha még emlékszel, az a hölgy, aki a legutolsó bejátárban 2 héttel ezelőtt, az a ausztrál hölgy, aki elmondta, hogy a hangulatodat is ismeri. Azt is, igen, tudja, hogyha te most valamilyen programot szervezel, mert kiellemzi, analizálja a szövegedet és az üzeneteidet, uh-huh, a Facebook, a Messengerrel, a minden elküldött üzenetet, és látja, hogy olyan hangulatban vagy, akkor olyan reklámot fog tőlnek. Itt iszonyúan klasszikus volt, azt mondja, igen, igen, most én egy randevúra készülök, de bizonytalan vagyok, akkor ajánljál föl neki nagy engedménnyel egy tuti, nagyon csinos, nagyon divatos fekete bőrkabátot. Ez az. 99,99% hogy meg fogja venni. Igen. És biztosak lehetünk, hogy meg is veszi. Na most képzeld el, hogy ezen a bolygón 2700 milliárd embernek az agyát így lehet mosni. Igen. Befolyásolni. De nem, ez egy totális agymosás, ennyire manipulálni. Na most őszintén szólva nem kell csodálkozni, hogy
ilyen a világ. Ezen kéne először elsősorban változtatni, de miután vagy sok-sok más területen is kiderül, ha ezen nem tudunk változtatni, akkor legalább finomítani kell, mert változtatni nem tudunk. Így tehát van. Most a fiatalok órákat nem bírnak ki arra, hogy ne legyenek ott a világhálón. Persze. Tehát teljesen reménytelen, hogy most mi elkezdünk, hogy hú, ezt most radikálisan meg kéne változtatni. Nem tudjuk megváltoztatni, csak mondjam úgy, hogy a játékszabályokon kéne finomítani. Igen, de egyébként másik adásban foglalkoztunk, nem pontosan ezzel, de hasonló témával, amikor kiderült, és éppen a megfigyelések miatt, hogy most már nem csak arról van szó, hogy manipulálnak téged, vagy az agyadat, hogy mi történt, és mindent tudnak, hogy már azt is tudják befolyásolni, vagy megjósolni, hogy a jövőben mit fogsz csinálni. Hát egy éven belül meg tudják mondani, hogy az algoritmusok kiszámolják, hogy te gyakorlatilag hova fogsz menni, mert hogy milyen elképzelésed vannak most a Covid időszakot leszámítva, egy nyára vonatkozólag, hova fogsz venni, nyaralni. Mit fogsz csinálni, hova fogsz menni nyaralni, milyen terméket ez fogsz nyárára hihetetlen. Megvásárolni, melyik gyártónak a termékét fogod megvásárolni, milyen műszaki cikket, mit fogsz frissíteni, milyen elhatározásaid lesznek, kikkel fogsz találkozni, hogy fogsz budizni. Igen. Ez szörnyű, ezt még csak végigmondani is szörnyű. Átélni meg aztán. Hát, én nagyon remélem, hogy mi nem fogjuk átélni. Hát tényleg, na most mielőtt még a mai dolgokról beszélnénk, ugye, mert mind megsülünk állítólag, és aztán... Van egy kérdőjel utána. Van egy kérdőjel utána. Már most az éghajlatváltozásra vagy klímaváltozásra utaltam, és főleg arra is, hogy klímahisztéria. Mert ugye ez is van, bár ez egy eléggé nőies megfogalmazás, ez a hisztéria, ezt te is megírtad valahol. Igen, a jegyzetében, de ha jól emlékszem, igen. Igen, hogy szóval hisztéria, de azt hiszem, hogy itt pro és kontra vélemények, ellenvélemények, erről is szó lesz, de... Várjál, bocsánat, ennek itt azért igen. Nem klímahisztéria, az a teljesen, mert hogy majd megmutatjuk, mert hogy van erre egy külön számunk is, mind megsülünk, és hogy klímaháború, a józanész ellen, igen. És azokat próbáljuk majd bebizonyítani, vagy elmagyarázni, logikusan felépítve, nem vagdalkozva, nem ilyen nagyon szélsőséges dolgokra hivatkozva, igen. Az, hogy igenis abban a formában, ahogy ezt fölvezetik, ezt a globális felmelegedés dolgot, egyszerűen a szó szoros értelmében nem igaz. No, ha mi nem vagyunk klímamérnökök, mert most már olyanok is lehetnénk vannak. Lehetnénk azok is. Lehetnénk egyúttal azok is. Na jó, most azt hiszem, hogy mielőtt tovább menjünk, sorsoljunk, ugye? Jó, szerintem igen. Nem, először megmutatjuk. Ja, mutasd meg az újdonságokat. Az újdonságokat megmutatjuk. Azt mondja az áprilisi szám, hát a NASCA vonalakról már nagyon sokat beszéltünk, de arról nem tudom, hogy szót ejtettünk-e, vagy csak szőr mentén, hogy a Balatonnál is vannak NASCA vonalak. És akkor éppen ez a fő címe az áprilisi számnak, amelynek a fél éves előfizetését meg lehet nyerni. Most csak azért mondok még egyet, mert teljesen új a dolog. Mozgó Szűz Mária szobor, aztán azt mondja, hogy a Sumér Édenkert, a Szent Pornó, szóval van ebben minden. Meg kiderült, hogy a Vatikán átveti könyvesbolt hálózatot, és abban éppen pornókönyveket is árulnak, de hát a pénzek nincs szava, mondjuk meg a pénz, úgy, hogy pénz beszél. Na, igen. Finomítunk. Na de hát állítólag a Vatikánban erről nem tudtak. Nem. Nem, viszont a pénzt fölvették. Persze. Hát van ilyen. Elnézést kérünk, atyám. Na, a másik pedig, itt van az új külön szám. Ezért mondtam, hogy mind megsülünk, ami tulajdonképpen a címe ennek a mai adásnak. Ez a megsülünk tulajdonképpen, ugye, hogy klímaháború a józanész ellen. Ez arról szól, hogy a globális felmelegedés, ezt is megmutatom. Ezek a nyereménykönyvek, ezek a többit majd ma végén a többit mutatjuk. Majd utána, de azért megmutatjuk a Tesla rejtély, ezt már mindenféleképpen ismerhetik, és itt van Amerika álszent háborúi, a politikai iszlám és a CIA. A CIA-ról is szó lesz itt valamelyik műsorunkban, hogy hogyan rángatja az embereket, mint a bábokat. Na és akkor nézzük, kérem tisztelettel a nyerteseket, ez a február 26-ai és a március 12-ei adásunk. Azt mondja, hogy kezdjük akkor a fél évessel. A játékkérdés az volt, hogy hány ország nem kapott COVID-19 elleni vakcinát 2021. február 23-áig. Hát ez bizony 103 teljes ország, a 198 ENSZ tagállamból, ami elég ijesztően hangzik. Hát elég ijesztően. Szóval, és nagyon sokan meg tudták fejteni, vagy megmondták? Nagyon sokan. Hát most azért is, mert hogy nagyon-nagyon sokan vannak otthon, sokkal többet ülnek a számítógép előtt, és most nagyjából kétszer vagy két és félszer annyi megfejtés érkezik. Nagyon lelkesek a nézőink, miután itt nincs az ismétlésnél föltüntetve, hogy ismétlés csak a dátumban odérve, hogy melyik adásról van szó. Éppen ezért legalább 100-an beküldték,
azoknak az adásnak a megfejtését, azokkal sem nem tudunk kezdeni, mert azok már lejártak. Na szóval a nyertes Vörös Zsuzsanna Olivia nagy mágocsról gratulálunk, csak úgy, mint a többieknek, és akkor jön a következő, ami a március 12-i adás, hogy amiről az előbb is beszéltünk, hogy melyik az öt legnagyobb internetes tech cég? Ez a GAFAM, ez a Google, igen, az Apple, a Facebook, az Amazon és a Microsoft. Ezt GAFAM-nak hívják, és 7,800 milliárd dollár a kapitalizációjuk, vagyis a tőzsdei értékük, sokkoló elképesztő. Hát a nézőktől azért elnézést kérünk, hogy nem olyan kérdést tettünk föl, amire azt lehet válaszolni, hogy igen, nem, vagy egyet, hanem itt egyszerre ötöt kellett megnevezni. Jaj, ne sajnáljuk. De hát azért mindenféleképpen gratulálunk Bocok Viktornak is, parasznyáról, onnan küldte a megfejtést, nagyon örülünk, és akkor jön a külön szám, Suskó Erzsébet Bocskákert és Jurcsák Viktor budapesti kedves nézőnk, és a könyvjutalmak, amit mutattam az előbb, a Tesla és a másik, az Amerika Szent Háborúi, Molnár Gergely Szolnokról, és az Amerika Szent Háború pedig Demecs Csilla Sopronból. És akkor megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon örülünk és nagyon köszönjük, hogy az ország és a világ minden tájáról jelentkeznek, és nem csak hogy jelentkeznek, hanem véleményt mondanak egyrészt, másrészt pedig nagyon jó megfejtéseket küldenek. És most ezt csak mindig meg szoktam kérdezni, hogy mi a helyzet a külföldiekkel, mert legalábbis most egyrészt ismeretségi körömben, másrészt más műsorok kapcsán már lehet küldeni például a németeknek is. Igen, ez most már felszabadult, tehát figyelünk majd arra, így alakult a sorsulás, sok országból érkezik egy, igen, Nagy-Britániából, Skóciából, Csehország, Szlovákia, Románia, Ausztria, Spanyolország, Egyesült Államok, Ausztrália, tehát ezekből az országból folyamatosan és lelkesen hát igen, is. Hát szóval, Finnország, bocsánat. És meg is fogják kapni, csak hát amikor már elkezditek küldeni, akkor türelmet kérünk, mert éppen a néhány nappal ezelőtt kaptam Nagy-Britanniából, London közeléből értesítést, ahova egy könyvet más műsor miatt egy hónappal ezelőtt föladtam, és egy hónap alatt ért oda. De nem rajtunk múlt, hanem hát rajtuk, nem mindent 26-szor megnéznek. Igen, igen. Na jó, hát akkor én említettem itt az előbb már nagyjából, hogy egy kicsit, hogy itt mi mindenről beszélünk ma, de nem sokára át is adom a szót neked, mert ugye eljutottunk odáig, hogy klímaháború a józan ész ellen, és hát nem tudom, hogy mennyire tudunk visszaugrani, nem 5 évet, hanem mondjuk 100 évet, vagy még többet a földtörténeti korban, és hogy ezek a bizonyos globálisnak nevezett felmelegedések, vagy éghajlatváltozások, csak zárójelben jegyzem meg, hogy az éghajlatváltozás és a klímaváltozás az nem ugyanaz. Így van. És hát emlékezhetnek a nézők, és azért szóba hozom a másik műsort, éppen a múltkor a Nagykörút Kulturális Magazinban, mert hogy a meteorológiai világnap volt a napokban, és Németh Lajos meteorológussal beszéltük meg ezt, hogy mennyire tudunk visszanézni, és hát ott is szó volt erről, hogy az éghajlatváltozásokat mi minden okozza, és hogy hát ez, amiről már mi itt ebben a műsorban is jó néhányszor beszéltünk, hogy mennyiben felelős ezért az emberiség, és a széndioxid kibocsátás, ami nem csak az ember részéről, hanem a vulkánokról is jön, hát erről is szó lesz, és még egy dolog, amit a másik műsorban említettem, hogy meg lehet-e változtatni, és ezek a bizonyos éghajlatcsinálók tényleg meg tudják-e csinálni azt, hogy valamiféleképpen úgy befolyásolják az időjárást, ártó szándékkal, hogy minthogyha azt mondanám, hogy biológiai fegyverként használják, mert hogyha bárhol, bármilyen következménye van ennek, akkor, ahogy te szoktad mondani, fölteszik a kezüket, hogy kérem tisztelettel az időjárás tehet róla. Jól mondom? Minden, persze. Na most Féde, a legnagyobb probléma az, és erről a mostani adásban, meg a következő adásban is szó lesz, hogy azok az emberek, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, elárulhatjuk előre, hogy a jövő következő adásban, tehát 2 hét múlva egy kicsikét ennek a Covid-nak, illetve a Covid-nak a következményeivel fogunk foglalkozni, és mind a két területen dolgozó emberekre vonatkozik, hogy
nem nagyon ismerik, illetve csak nagyon-nagyon keveset használják a nem tudom és nem tudjuk kifejezéseket. Igen. Minden egyes kutatónak, amiket most itt elmondtál, te is, hogy neki megvan a maga kialakult véleménye, igen, és ebben a világban ő úgy gondolja, hogy ő tudja, tud itt, ez itt, ő a tévedhetetlen, ő biztos, hogy meg fogja mondani ezt az egészet. Ez az. Annak, hogy mi van ennek a dolognak a hátterében, az másik dolog. Na most azért gondold végig, mert hogy én megpróbálom mindig objektíven szemlélni a dolgokat. Sikerül és is hogyha, nekünk. Igen. Na most képzeld el, hogy amikor ezt a, hogy azt mondom, hogy kevés a nem tudom, nem tudjuk válasz. Az embereknek őszintén szólva mérhetetlenül el vannak bizonytalanodva. Akkora információ mennyiség ömlik rájuk, amit nem tudnak feldolgozni. Ilyenkor konkrét válaszokat várnak. Tehát nem engedheti meg egy bármifajta politikus, gazdasági szakember, vagy tudományos szakember, hogy azt mondja, hogy hát közünk sincs róla. Most valljuk be őszintén, fogalmunk sincs róla, mert nem tudjuk, mert ezek mind csak hipotetikus feltevések, amik a meteorológia az pontosan olyan, hogy az nem felel meg a tudományos kritériumoknak, mint nem megismételhető. Tehát nem tudunk olyat csinálni, hogy azt a bizonyos folyamatot még egyszer megismételjük, mert a Föld nevű bolygón még egyszer ugyanaz a helyzet, ugyanaz a helyzet nem fog előállni. Egy fizikus várjál, lejt egy dolgot, és azt mondja, hogy ez 9,81 méter per szekundum négyzet sebességi gyorsulásra zuhan a Föld felé, és ez normál körülmények között, ha nem sújtalanságról van szó itt a Földön, akkor minden ugyanaz lesz. Van egy sor ilyen dolog. Ha földobok valamit, akkor egy idő múlva le fog esni. Amikor nem esik le, akkor már van. Igen, de hát itt tudod, mindig elmondom, hogy ne beszéljünk olyan nagyon sokat, de egyszerűen olyan ez a téma, és éppen, hogyha már itt a meteorológia is szóba került, szóval hiteles és írásos feljegyzések a 19. századtól vannak, és egyébként pedig a szájhagyomány, a régészeti kutatások, onnan derül ki, hogy annak idején több száz, vagy nem tudom mennyivel ezelőtt mi minden történt, és hát az előrejelzés fejlődött, mert most már a műholdaktól kezdve mindenféle eszköze 21. században rendelkezésre áll. De ezt még engedelmeddel, klíma, és ezt most azért is szedtem én elő, itt a papírjaim közül, mert mondtad, hogy amit megjósolnak, és erről már beszéltünk, hogy úgyse éri meg az illető szegény, aki megjósolja. Én összesen két nevet mondok, te nyilván tudod, az egyik egy Andrew Marshall nevű úr, és a Pentagon tanulmány, ezt egyszer valamikor említettük, ő azt mondta, hogy olyan erős felmelegedésre számíthatunk a közeljövőben, olyan globális felmelegedésre, ami a golf áramlatot megváltoztatja, az intenzitását, és Európára eljegesedés vár. Na most azt mondja Marshall szerint mindössze 2010 körül számíthatunk erre. Hát azt hiszem 2010 elmúlt, tisztelt Marshall úr, ez nem jött be. Magyar, Zágoni Miklós, ő azt mondta, hogy tulajdonképpen 2-3 fokos felmelegedés várható, 2020 és 2030-2050 körül lehet ebből valami. Ezt megint csak ugye azt mondjuk, hogy várjuk meg, és végül, de nem utolsó sorban, az ausztrál tudósok azt mondták, hogy egyáltalán nem várható jelentős felmelegedés olyan akkora mértékű, mint amit megjósolnak mindenhol a világon. Nyugodtan szól közben. Nem, ha gondold végig, ha azt mondjuk, hogy van klímaváltozás, azt kell mondom, igen. Igen. Valóban változik a Földnek, az átlaghőmérséklete változott? Igen. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz meghatározni, hogy miből fogunk igazából átlagot vonni, de fogadjuk el, hogy sikerült kiszámítani az, hogy a 570 millió helyről vett adatokat valamiképpen összeadták, és azt mondták, hogy oké, bekövetkezett így ilyen változás. Azt mondjuk, hogy tényleg, hogy ez meg fog történni? Igen. Megtörtént már a múltban is? Elképesztő sokakkal megtörtént. Ez egy periódikusan változó, valami folyamatról van szó, ami állandóan ismétlődik, amiről már egyébként tudományos bizonyítékeink vannak. A válasz megint csak az, hogy igen. Várjál, és akkor eljutunk oda. Az ember okozza ezt a változást, ezt a jelenlegi mostani klímaváltozást? A válasz, ha nagyon kategorikusan akarom mondom, akkor azt mondom, hogy nem. Ha azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kis százalékban. Igen. És ha visszognunk egy picikét régebbre, mint hogy te beszélted a 100 évet, mondjuk 716 millió évvel ezelőtt, ilyen aprócska kis ugrása a Földnek a múltjában. Erről szerintem már valahol szó volt valamelyik műsorban. 716 millió évvel ezelőtt a Föld
ez a úgynevezett hógolyó elmélet. Igen. A Föld olyan volt, mint egy óriási, gigantikus, 13 000 kilométer átmérőjű hógolyó. A felszínének a legnagyobb részét, nem úgy, mint az utolsó jégkorszaknál, hogy itt az északi féltekét, hanem gyakorlatilag az egész felszínét, körülbelül 2-3 vagy 5-10 vagy van, ahol 15 kilométeres jégtakaró borította. Igazából csak feltételezések vannak, hogy mi okozhatta eleve az, hogy ez így lehűlt, és arról is csak feltételezések vannak, hogy mi az, amiért utána meg képes volt felmelegedni. Erre valószínűleg, amit te itt a legelején említetted, hogy a például a vulkánok is felelősek ezért az egész változásért. Na, hát most a vulkánokat hozták fel, hogy azoknak a vulkánkitöréseknek az akkora a kikerülő anyag a légkörbe, és utána az okozta végül is ezt az egész felmelegedést. De igazából gőzük sincs róla. Most 2017-ben várja, és ez a legfontosabb, mert ez a bizonyíték, vagy ez lenne a bizonyíték arra, hogy valóban nem az ember csinálta. Két brit kutató, ezek nem a brit tudósok, valami, amit a kamu hír szokott lenni, ez a két brit kutató csinált egy rendszert, egy ilyen artificial neural, nem tudom mi volt az utolsó, ENN-nek nevezték el, egy mesterséges ilyen neurális rendszert, amiben betápláltak eszméletlen mennyiségű adatot, de valami a Föld 716 millió évtől mostanáig, de tényleg minden létező dolgot, különösen az elmúlt 100 esztendőre való tekintettel, hogy megnézzék, hogy valóban az ember a felelős a klímaváltozásért. És erre ez a nagyon okos gép, ami valljuk be őszintén sokkal, de sokkal okosabb, mint mi, mert egy nagyon-nagyon komplex számítási rendszert végzett, olyat, amit az ember nem tudna, és azt mondta, hogy nem. Kimondta, az volt a kutatásnak a végeredménye, ezek nem klímaszkeptikusok voltak, ezek klímakutatók voltak, tehát szakemberek voltak, akik tudni akarták, hogy tényleg mi zajlik, és az jött ki belőle, hogy nem az ember, és nagyon jó, amit mondtad, azt mondta, hogy a környezeti változások, a vulkánkitörések, a tengeráramlatoknak a periódikus változása, és a nap. A napnak a változása, mert arról kiderült, hogy a napnak a változása is nagyon komoly hatást gyakorol rá. Na most, hogyha azt akarom mondani, és nagyon jó, hogy mondtad, hogy mennyivel ugye elmondta a németes, és mennyivel növekszik, vagy mennyivel fog növekedni. Eddig egyébként tényleg egyik jóslat sem jött be. A Marshall úrnak, a Pentagonnak volt egy ilyen nagyon-nagyon komoly, több száz oldalas tanulmánya volt. Igen. Akkor volt, amit elmondtuk egy másik műsorban, hogy azt mondták, hogy hát itt jön a nagy lehűlés egyébként, egy nukleáris tél vár ránk egyébként, és 5 fokkal fog csökkenni az átlaghőmérséklet. De ez majdnem a múlt században, mert 2000-ben csinálták, nem, az még a múlt század végén volt, 2000, múlt évezred végén volt, 2000-ben csinálták, és a nagy lehűlésről volt szó. És azóta jönnek ezek a dolgokat. Na most egyértelmű, és szerintem ez legyen igazából a kiindulás alap, egyértelmű, hogy azt a növekedést, azt a 2 fokos növekedést, vagy amit most már van, aki 3, meg 4, meg 5 fokot is mondanak az átlaghőmérséklet növekedésére, azt megakadályozni jelen pillanatban teljesen reménytelen. Elmondom majd pár dolgot, mert azért kitaláltak már módszereket. Teljesen reménytelen. Tehát az, hogy az összes jelen pillanatban folyó az emberi civilizáció számára nélkülözhetetlen tevékenységek 80%-át azonnal le kellene állítani. Erre jó gyakorlat volt a Covid egyébként, mert most egy múlt évben ugyebár le is állították egyébként, nem következett be egyébként semmifajta olyan változás, csak úgy elmondanám, nem volt látható eredménye. Na most, ha ez bekövetkezne, akkor lehetne megvalósítani. Teljesen egyértelmű, hogy ez nem járható. Tehát hiába hisztérikázik valaki, hiába mondják el a dörgedelmes erőjelzéseket, ez az út nem járható. Mi következik ebből? Hát ki kéne találni valami fajta másik megoldást, pontosan. Egy olyan megoldást, ami ebben a körülmények között valóban hatásos lehet. Az, hogy ezeket a dolgokat leállítsuk, befejezzük, vagy valami. Ez egyszerűen nem járható, mert ez az emberi civilizációt végét jelenteni, és egyébként ez egy poénos, hogy de és egyfelől egy nagyon groteszk és szörnyen hangzik, azt mondja, hogy a mostani klímaváltozás az a bolygó számára az nem jelent az égvilágon semmit.
Nekünk. Nekünk, az embereknek. Emberi civilizációnak így jelen, van. Mert annak a végét jelenteti. Az élővilágnak, meg annak, ami ott van, annak ez az ez ég van. Egy világon a nagy részének nem okoz semmi problémát, át fog alakulni. Hát 716 millió évvel ezelőtt a hógolyó időszakban, hát az összes odáig kifejledett egyszerű életforma, az eltűnt a Föld színéről. Igen. És utána már volt egy jó néhány kihalási időszak, a Földön eddig élt fajoknak a 90%-át már nem ismerhetjük, mert ők már kipusztultak. Pontosan. Tehát a Föld szempontjából ezek a periódikusan ismerő korszakok, ezek az égegyvágon semmit nem jelentek. Akkor... Nekünk, mint civilizáció. Igen. Igen. Na jó, akkor zárásképpen a kedvencem, hogy a Grönland a zöldsziget, amikor ott zöld Greenland, volt. Igen, Greenland. Greenland, igen. És akkor elnevezték így a vikingek, mert a másik, amikor, és ezt is a meteorológusoktól tudom, amikor az északi meg a déli sarkon nem volt egy száraz, semmi ég, semmi, az ég adta világon. Így van, és emlékszel, hogyha már idegtartó, hogy Piri Reis térkép, amit a Piri admirálisak a térkép, amin ott látható az Antarktisznek a körvonai jég nélkül, igen. Hogy mikor készülhetett, tehát hogy az egy nagyon-nagyon ősi térkép lehetett, de tényleg az volt. Egyébként szubtropusi klíma volt egyébként a déli sarkon. Ebben benne vannak a pólusváltozások, uh-huh. Tehát rengeteg sok a mágneses pólusoknak az elmozdulása, rengeteg dolog benne van, de ezt tudomásul kéne venni. Hát persze. A végkövetkeztetés az egésznek, hogy ez arra, egyedül arra alkalmas, hogy az emberiséget állandó presszió, vagyis nyomás alatt tartsa. Így van. Na jó, hát akkor nézzük az első összeállítást, amiről itt nagyjából már felvezettük, hogy az éghajlatot lehet-e módosítani, megváltoztatni. Ki mit szól ehhez, vagy legalábbis mit tudnak róla? Íme. Many ask why the government, our own government, would modify the weather in a way that does immense harm to our own citizens and to the life support systems of the planet as a whole. And without doing any investigative research whatsoever, many choose to completely deny that climate modification could be real and ongoing, with many potential objectives and agendas being carried out in what can only be considered programs of weather and biological warfare. The U.S. government and the U.S. military have been fully involved in not just weather modification, but hurricane modification for at least 70 years. Project Cirrus was underway 70 years ago. With only 80 kilograms of dry ice, profound manipulation of a hurricane was achieved. How much more effectively can the weather makers now manipulate hurricanes when they have the air power to dump hundreds of tons of patented materials into such storms? Project Storm Fury, which was historically a part of the ongoing and expanding U.S. government and U.S. military hurricane manipulation programs. Aerosol dispersions over the oceans are now constant and blatant. The vast majority of populations have absolutely no idea that the ongoing global climate engineering Manhattan Project is tearing the climate and life support systems of the planet apart. The toxic heavy metal and chemical aerosols are also contaminating our breathable air column and the entire biosphere as a whole. Radio frequency microwave transmissions manipulate the electrically conductive heavy metal nanoparticulates that have been seeded into the atmosphere in the cloud formations. The manipulation of these particulates in turn manipulates air masses and thus storm formations. The climate engineers have been aggressively suppressing and or redirecting Atlantic and Gulf of Mexico hurricanes for over 12 years. The weather makers have long since achieved the ability to decide what develops, what doesn't, and what direction it travels, and who gave the military-industrial complex the right to play God with Earth's climate and life support systems. Welcome to our geoengineered world. While the world continues to freefall into abrupt climate shift, geoengineered cooldowns with highly toxic chemical ice nucleating elements have helped the world's largest military to keep the most population-dense regions in the U.S. from feeling the full impact of what's unfolding. This is the psychological aspect of climate engineering, keeping populations confused, divided, and in many cases pacified in regard to the true state of the unfolding global climate and environmental collapse until the last possible moment. The paradox is this. Climate engineering is the single greatest climate disrupting and environmentally destructive assault ever launched by the human race. Uh,
két dolog ragadta meg a figyelmemet. Azt mondtad, hogy egy. Igen, de az egyiket mondom csak. Az, hogy már 70 évvel ezelőtt tudták manipulálni például a hurrikánokat, hát akkor most miről beszélünk, hogy igaz vagy nem igaz. A másik pedig, hogy úgy beszéltek erről, hogy a Manhattan Project meg minden, ez él még. Ezeknek a programoknak egy részét megszüntették, mert mindig, amikor kiderült, akkor mindig volt egy kongresszusi vizsgálat, akkor mindig elkezdtek magyarázkodni, és azt mondták, hogy megszüntetjük. Soha nem szüntették meg, hanem mindig adtak neki valami más nevet, igen, vagy átcímkézték valóban, és akkor most már nem ennek ezt a nevet viseli, hanem valami más nevet, amit aztán majd megint majd felszínre kerül, majd megint lebuknak vele. Aha. Tényleg ez megy egyébként, és ebben az a félelmetes, hogy ennek kapcsán sok olyan emberke van, aki azt mondja, hogy miért is félünk igazából a klímaváltozástól, mert arról van szó, hogy 2100-ra, ami azért még egy kicsikét odébb van 80 évvel, hogy addigra fölmelegedett 2 fokkal, illetve már 4 fokkal is, már az is benne van, amikor azt jósolják egyébként, hogy 2050-re nagyjából egész évben figyelje ezt a szívderítő jóslatot, úgyis össze fog omlani az emberi civilizáció. Hát persze. Az emberi civilizáció azt mondja, hogy 2050-re tényleg még sokkal többen fognak hatalmas városokban élni. Igen. Felmerült, hogy Nigériában, fővárosában, Lagosban 88 millió embert prognosztizálnak. 88 ilyen. Shanghaiban van, mit tudom én, 22, van valami Chengdu, vagy nem tudom melyik kínai városban van 33 millió, de 88 millió is nem volt. Na most azt mondja, hogy ezekben a városokban, ha bármifajta probléma okoz, vagy történik, mondjuk a klímaváltozással, igen, összefüggésben, akkor egy hét alatt elszabadul a pokol, és egy ilyen Mad Max időszak következik, látta valaki és a Mad Max színű. Valami neki, ott olyan pusztítás van, és az emberek elkezdik ölni, gyilkolni egymást, főleg azokat, akiknek mondjuk tartalékokat halmoztak fel. Igen. Tehát olyan szörnyű helyzetek következhetnek be, ami számunkra most igazából teljes módon elképzelhetetlen, és ezek az emberek tényleg realitásnak tartják, és azt mondják, hogy ha megnézzük, és akkor összekötötték, ez félelmetes, ezt összekötötték gyakorlatilag majdnem ilyen szifis valamivel, hogy amikor néhány ilyen tudós azt mondta, hogy hát hol vannak a földön kívüliek. Igen. Ennyire sok a mostani kutatásaink szerint ilyen sok lakott világot feltételezünk, tehát ott vannak az exobolygók, mindent rengeteget találtak már, arra a földihez hasonló körülmények vannak, tehát emberszerű, szén alapú élet is lehetséges, hogy hol vannak. Most erre a legszörnyűbb válasz az, mert ezzel lett aztán a legjobb riogat az embereket, hogy gyerekek, ezek ugyanolyan hülyék voltak, mint mi vagyunk, és a fejlődés egy bizonyos pontján kiirtották magukat. Ah. Tönkretették a világukat, és gyakorlatilag ezért nem tudnak kijutni már az űrbe, lehet, hogy ott a környékükön kijutnak, és ezért nem jutnak. És efelé haladunk mi is. Na most igen, efelé haladunk mi is, és ezért, ha jobban belegondolsz, azért ez elég sokkoló. Nem tudom, hogy ennek megint mi az igazság tartalma, de hogy depresszióba lehet nyomni az egész emberiséget vele, az biztos. Jó, akkor menjünk tovább, és beszéljünk Grétáról, akiről nem először beszélünk, igen, erről a svéd diáklányról, aki, hát azt hiszem, ezt egy másik műsorban már elbeszéltük és elmeséltük, hogy mi mindent csinált, iskolasztrájkot szervezett, és kiállt a környezet, és minden, és ő nem megy olyan repülővel, ami károsítja a környezetet, stb. És most nem Grétát bántom, hanem tulajdonképpen azokat az embereket, akik Gréta mögött álltak, vagy állnak, mert nem biztos, hogy ennek a csajnak eszébe jutott volna mindez, és hogy eljusson odáig, hogy 2019-ben a Time magazin az év emberének választotta. Hozzáfűzöl, vagy nézzük előbb? Nézzük előbb, aztán utána. Jó, tessék. The idea that Greta is some radical countercultural icon is also an insult to our intelligence. Who's calling her an icon? NBC News. NBC was owned for much of its history by General Electric, one of the biggest polluters on the planet. A company that literally dumped hazardous waste into major rivers for decades. But I'm bad for not bowing down and genuflecting at the feet of Gaia goddess Greta. Fuck off. We're all here transfixed by a debate about minute global temperature changes that may or may not happen. Alarmists screeching doomsday global warming prophecies, despite the fact they've been proven wrong time and time again. The same idiots that told us at the end of the 70s a new ice
ice age was coming. The same idiots who told us overpopulation would lead to hundreds of millions of people starving to death by the 80s. The same idiots who told us the Arctic would be ice-free by 2014. And it was all total bullshit. Meanwhile, a real environmental threat, plastic suffocating our oceans and seas, gets marginal attention in comparison. Because global corporate interests can't hijack it to socially engineer society and tax whatever measly disposable income we have left. Westerners are being ordered to have fewer babies, despite the fact they're not having babies anyway, because the Earth is in crisis. Meanwhile, China dumps 8.8 million metric tons of plastic in the ocean compared to America's 0.3 million. China emits more CO2 than America and Canada combined. Why isn't Greta on her way to Beijing to point an accusatory finger at them? I'm supposed to look at this and feel ashamed when India pumps out 5 times more CO2 than the UK. Again, fuck off. Greta is just a human shield for the real agenda of the people who pull her strings. Neo-feudalism disguised as environmentalism. The raw lust for power and control disguised as right-on hipster activism. I want you to panic. Szóval, mondom, én nem akartam bántani ezt a svéd diáklányt, de azt hiszem, hogy az, amit ő hirdet, vagy amit hirdettetnek vele, az hát enyhén szólva megvalósíthatatlan, és csak az jut eszembe egy visszamenőleg, amikor az egyik műsorunkban arról beszéltünk, hogy a környezetszennyezés és a repülőgépek, mert itt ugye Gréta igen, is igen, mondta, igen, igen. Micsoda disznóság, és akkor elmennek a nemzetközi tanácskozásra olyan repülőgépekkel és magánrepülőgépekkel, amik ugyanúgy szennyezik, mint más, és akkor arról tartják a tanácskozást, hogy nem szabad a repülőgépeket használni. Nem, amikor volt egy ilyen, ilyen nagyon fontos tárgyalás volt, és Párizsban ott volt, klímaegyezmény volt, ja, igen. És akkor a repülőtéren ott áll 150 darab magángép. Igen. Kis magángép, tehát minden oda érkező ember eljött a magán kis magángépével. Nem az, hogy összeszedtek őket valahogy, mindenki jött. Na most erről ennyit. A Grétának is volt, ez csak egy poén volt, hogy ő azt mondta, hogy valóban nem ül föl ilyen járműre. Igen. Áthajózott egy vitorlással, egy luxus vitorlással természetesen az Atlanti-óceánon, ja. Majd amikor felszólalt az ENSZ-be, majd azt az óceánjár, azt a vitorlást azt szétszették, fölrakták egy repülőgépre, és visszahozták Európába. Igen. Tehát ez innentől komolytalan. Hát teljesen. Na de most... egyébként már bocsáss meg, itt a kínaiak azért megkapták a magukét rendesen, hát... hogy ott mi minden történik, de Gréta is megkapta magáit, mert azt mondták, hogy ne itt dumáljon ennyit, hanem menjen el Kínába, meg azokba a világrészekbe, vagy a világ azon tájaira, ahol a legnagyobb a szennyeződés. Hát ez, és ez és még, nem úgy, mint Európában. És ez még sok helyen el lehetne mondani. Ugye? De most a legnagyobb probléma az, hogy igazából ennek a bejátszásnak tényleg az, a címe is, meg az is, hogy a Gréta és a neofeudalizmus. Most azért volt ez a szimpatikus fiatalember, nagyon korrekten, nagyon hangsúlyosan elmondta, azért jó egyébként, hogy egy szókimondóan, hogy egy fiatalember. Igen. Tehát egy valaki, aki tényleg ahhoz a korosztályhoz tartozik, aki a legnagyobb híve ennek a különböző yeah. ilyen klíma dolgoknak, ő tudta ezt elmondani. Na most mi lenne a lényeg? Olyan dolgokat mondtak el, és olyan dolgokat kérnének. Ez az egyik, amit mondtam neked, hogy a tevékenységnek a 80%-át le kéne állítani. Ja, igen. Tehát igen. Ők azt mondják, hogy először is állítsák le a tengeri hajóforgalmat. Mm-hmm. Tehát azok a hatalmas nagy hajók, amiket elszállítok. Meg az olajszállítók. Két nappal ezelőtt az egyik ilyen konténerszállító, a világ egyik legnagyobb, nem tudom pontosan mi a neve, beszorult a, nem tudom, hogy most még hol tartanak, mm-hmm. még szerintem nem volt erre, beszorult a Szuezi csatornába. Ja, igen. És ez valami nagyon-nagyon-nagyon komoly problémát okoz. Na most, ha ezeket a hajókat, így van, ha ezeket a hajókat ezeket kivonnák a forgalomból, akkor így van. Megszűnne a kereskedelmi forgalom a világon, mert hogy ennek a kontinensek közötti forgalomnak a legeslegnagyobb részét, áruforgalomnak hát a 98%-át ezekkel a hajókkal történik. 2% az a légi szállítás, de természetesen meg kell szüntetni a légi közlekedés is. Ezt is elmondtuk. Ne utazzál repülőgéppel, ne utazzál el különböző uh-huh. érdekes helyekre, hanem nézd meg otthon a televízióban. Hát, igen. Nagyon jó, használj mindenképpen elektromos autót. Olyan uh-huh. elektromos autót használjál, amit szénerőművekkel termelt uh-huh. energia, elektromos energiával fognak majd föltölteni,
meg a lítium akkumulátornak a gyártásánál elképesztő mennyiségű szennyező anyaggal jár, és a lítiumnak a kitermelése szintén azzal jár. Így van. Tehát ez megint nem okos semmi, vagy ez megint csak megoldhatatlan. Fogd vissza a dolgokat, hát majdnem azt mondták, hogy írtsuk ki például a marhákat, mert azok tele, finoman szóval tele szellentik metángázzal a légkört, bár már erre is kitaláltak megoldást, hogy azért lehetne valamit a táplálkozásukban, valami olyasmit, hogy mégse bocsátsanak ki annyi mellett. Tehát, hogy erről mindenképpen erről szokjunk le. Térjük át a vegán életmódra. A vegán életmód nem alkalmas, nem alkalmas arra egy teljes vegán életmód, akárki akármit is mond, arra, hogy a teljes körű kalóriabevitelre, amire egy embernek igazából szüksége van. És van még egy sor dolog, tehát ezt tényleg akkor lehetne megvalósítani. Ja, ne használjál személygépkocsit természetesen, hát tehát világos. A közlekedésre. Tehát, hogy valószínűleg ők úgy gondolják, de hogy... De természetesen, hát persze. Nem, elektromosat azt lehet, hogy lehet használni, de hát mondom, annak is megvannak ezek a valamik. Legyünk olyanok, mint mondjuk a bizonyos ismertés az Amerikában élő amisok. Igen. Az amisok, akik jelen pillanatban nem használnak technikai eszközöket, lovaskocsival járnak, nem használnak autót, nem használnak mobiltelefon, tehát ilyen, tényleg ilyen 19. században mentek vissza, de lehet, hogy még ennél is vissza jobban kéne menni. Tehát katasztrófa lenne az egész emberi civilizáció részére azt, amit az elmúlt százesztendőben elértünk azzal a mérhetetlen, komoly technikai fejlődéssel, azt most leszeretnénk nullázni. Igen. De az a legnagyobb probléma, őszintén szólva, hogy ők tisztában vannak vele, vagy tisztában kéne lenni, hogy ostobaságokat, hülyeségeket beszélnek, mert ők is tudják, hogy megvalósíthatatlan. Hát nem igaz, de igaz. De nem. Ők ennek ellenére úgy gondolják, kialakították ezt, emlékszel, azt hiszem egy hónap ezelőtt beszéltünk erről a posztmodernről, hogy mindenkinek igaza van. Ők egy vélemény kis buborékot alakítanak ki, ők meg vannak róla győződve, hogy őnekik úgy, ahogy van, igazuk van. A Gréta meg van róla győződve, hogy ez az egyetlen egy megoldás a világra. Nem törődik a többi emberrel, nem törődik a másik, most 7800 millióan vagyunk, nem törődik a többi 7,8 milliárd emberrel, nem foglalkozik azzal, hogy mit lehet csinálni. És sajnos, bár ugyan támadta egyébként a nagy cégeket is, de tényleg el kéne mennie Kínába, meg igazából azokat a cégeket kéne bántani, azokat a nagy multinacionális cégeket. Jó, és akkor mondtad, hogy máshova is Kínán kívül el lehet menni, távol-keletre, bárhova, vagy Indiába, vagy... India, hát tessék. India, amikor ott voltam Indiába, és elmentünk a Taj Mahalhoz, akkor egy ilyen sejtelmes, nem ködbe volt, hanem smogba volt. Aha. Tehát egy ilyen kis korong látszott az égen, ez volt a nap délbe, úgy értem természetesen. És ez mi? Homok? Tehát egy vidéken volt, nem, ez a smog, ami jó, oda, smog. És a, ráül az egész igen. Indiára, a Delhibe, ami van, az egyszerűen sokkoló. De az a legsokkolóbb, hogy ezeknek az embereknek ott 45-45-50 éve az átlag életkoruk éppen azért, mert olyan elképesztő szennyezésnek vannak kitéve. És mit csináltak a nagy multinacionális cégek? Hát innen Európából is, Egyesült Államokból is mindenhol áttelepítették a termelésnek azt a mérhetetlenül környezetszennyező részét ezekbe az úgynevezett fejlődő országokba. És ott meg senki nem törődik, ott nincsenek ilyen jogszabályok, nem törődik vele senki. Na most ez ellen lehetne háborogni, és nem az ellen, amikor rá azt mondják, hogy mi emberek, egyszerű földi halandók, hogy nekünk kéne tenni, gyerekek, nem nekünk kéne, mert nem mi vagyunk a hibásak, mi olyan kis részét okozzuk ennek az egésznek, hanem azok a cégek, azokra kellene valamit kitalálni. De miután ezeknek a cégeknek az érdekével gyökeresen ellen mondana, szembe menne az, hogy ők bármit változtassanak, eszük ágába sincs változtatni. Tehát akkor, itt volt még csak lezárás, itt volt egy felvétel, hogy ott volt az a, tényleg egy döbbenetes, ilyen úszó, ilyen szennyezés sziget van az Atlanti-óceán közepén. A kérdés, nem az a Csendes-óceánban, hogy a legnagyobb része műanyag palackokból, mert ilyenekből áll. Kérdezném én, hogy a Billy gyerek, a saját vagyonából, a Warren Buffett, az Elon Musk, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, bocsánat, hogy kimondom a neveket, meg az összes ilyen cég, aki ezeket a termékeket gyártja, miért nem a 100 milliárdos, 1000 milliárdos kapitalizációból, miért nem költ, mit tudom én, 20 milliárd vagy 50 milliárd dollárral, hogy összeszedje, mert az ő cuccai vannak ott egyébként. Azért vannak ők, mert ők gyártottak olyat, nagyon gyorsan, 15 évvel ezelőtt
az üdítő italokat visszaváltatok palacba, így nem van. Tudom, emlékszel rá, 6 darabos volt egy ilyen kis kosárka, 6 darab üveg, másfél literes üveg volt benne, és én tudom, hogy csak és kizárólag, nem környezet tudom, de ez is benne az volt. Az Amerikában csak úgy hívták, hogy six-pack. Na, igen, na, most ezt a six-pack, ez a 6 darabos valamit, ez éppen ezért elmentem, leraktam, és utána vettem, tehát le kellett adni a pénztárnál, és cseréltem, tehát olyan volt, egyszer kellett megvásárolni, mint a vetét. Rájöttek arra, hogy ők nem fognak ezzel foglalkozni, hogy kimosogassák az üvegeket, meg nem tudom micsoda, hanem megcsinálták az eldobható üvegeket, amik egyébként aztán későbben egyre gyengébb minőségek voltak. Most már van olyan, hogy megfogom az üdítőitalt, és így megbicsaklik a valami, hogyha le akarom csavarni a tetét, akkor így elfordul az egész. Tapasztaltam én is. Na most ez csak és kizárólag ezeknek a cégeknek az agresszív, undorító, gusztustalan üzletpolitikájának köszönhető. Így van, és akkor, hogy tudod, mindig eszembe jut az, hogy akkor saját házunk tája is. Hát most a napokban, hetekben éppen arról volt szó, és nem először, mert tavaly is, hogy van egy olyan társaság, amelyik összegyűjti a PET palackokat, igen. És kifogja a Tiszából, mindenhonnan. Hát akkor az óceánból nem lehet annyit kifogni, amennyi van, mert aztán ott tényleg félelmetes. És amit mondtál, azok a cégek, amelyek ezt gyártják, akkor talán ez kéne. Hát te is emlékezhetsz rá, hogy annak idején teljes üveg volt, és akkor a üvegbe hozták a tejet, vagy lehetett venni, vagy mit tudom én, és nem mindenféle vacakonyom. Nem, hát nem, nem nagyon jól emlékszel, úgynevezett kannás tej volt. Én bementem van. A boltba még, igen. Hát erre a fiatok már abszolút nem emlékeznek, ott volt egy, vittem magammal egy valamifajta edényt, oda ment az, megfogt, és ilyen fél literes kis merülkel, megfogt, és annyiszor fél litert, amennyit így van. Vagy pedig olyan is volt, hogy benne üvegben lehetett ja, igen, és visszaváltani. Hát, így van. Ilyen egyszer. Na most mennek egyébként a tárgyalások, hogy így legyen, úgy legyen. Nálunk is meg a műanyag származékokat, nejlonzacskóktól kezdve a műanyag zacskókig betiltani, állítom, hogy nyáron már lesz egy ilyen lépés nálunk is. Hát én megint csak azt mondom, és tényleg most már az órára nézek én is, hogy nem most, hanem körülbelül olyan, hát nem mondok sokat, 15 évvel ezelőtt, nem akarni, nem vagyok ilyen Amerika barát, vagy Kanada barát, de már akkor, 15 évvel ezelőtt a pénztárnál, a nagy üzletben, a multik által üzemeltetett üzletben is az volt, vagy vitt magával egy szatyrot, vagy pedig, ez még nem volt tökéletes, azt mondta, hogy műanyagba kéri, vagy papírzacskóba. És amit a filmeken látunk, hogy hazamegy a háziasszony, ekkora nagy cucca, papírzacskót. Na most így le vagyunk mi maradva? Igen, hát erről csak annyit egyébként, hogy ahhoz, hogy papírzacskó legyen, az meg ki kell vágni a fákat, mert az meg abból készült. Hát tehát most ennyit a környezetvédelmi, de mindenki gyorsan, mondom. Ezt is talán elmondtam, itt a almás cég most már, ez az Apple, mert ebben a műsorban kellett mondani, most már minden gyártó megcsinálja, úgy árulja a telefonját, hogy nem tesz bele töltő fejet, arra van a hivatkozás, hogy így kisebb a csomag, és ez környezettudatosság. Na most ez egy orbitális nagy hazugság, mert utána meg kell venned, a töltőt, ami különben van csomagolva egy másik dobozba, és összességében a csomagolás nagyobb lesz. Ezt elfogadtatják az emberekkel, az emberek tudomásul veszik, és egyszerűen csak arról van szó, hogy eladnak 100 millió telefont, egy ilyen töltőnek az előállítása mondjuk 10 dollár, de 10-szer 100 millió, keresnek vele 1 milliárd dollár. Ez van. Csak ez érdekli őket, semmi más nem érdekli. Pontosan ugyanez megy a környezetvédelem minden terén, azok, akiknek valóban változtatásokat hajtatnának végre, azoknak eszük ágába semmit sem tenni, mert szembe megy az üzleti érdekeik. Pontosan. Na hát akkor nézzünk körül egy kicsit a környezetünkben, a szűkebb és tágabb környezetünkben. Megpillanthatnád a jövőt, és megijesztene, amit látsz, mit kezdenél ezzel a tudással? Elmennél a politikusokhoz, az iparvágnásokhoz, és mi győzné meg őket? Adatok? Tények? Csak azokat a tényeket nem kérdőjelezik meg, amelyek hajtják a gépezetet és termelik a pénzt. De mi van akkor, ha valahogy kiiktatjuk a közvetítőket? És egyenesen az emberek agyába töltjük be az információt.
kiárulás valószínűsége egyre nagyobb lett. Úgy akartuk meggátolni, hogy megmutattuk. Jól rájuk ijesztünk, mert hát nyilván minden értelmes embert tettekre sarkall a tudat, hogy megsemmisülhet mindaz, ami kedves számára. Sorozatokban, könyvekben, filmekben, az egész világ keblére ölelte az apokalipszist, és önfelett örömmel rohanni kezdett felé. Megláttuk a jéghegyet, jeleztük a Titanicnak. De ti elindultatok felé méghozzá teljes gőzzel. Miért? Mert el akartok süllyedni. Feladtátok. Hát én összegzésül csak annyit mondanék, hogy miért nem figyelünk a természetre. Arra nem figyelünk egymásra, és ahogy itt elhangzott, ugye a legszegényebbek és a leggazdagabbak boncolgatták itt közben, és hát egyáltalán tönkre megy minden, megrázó képeket láttunk. Vége a civilizációnak? Hát sokan úgy gondolják, és a, hát mondom, hogy valaki úgy gondolja, hogy 2050-re akkor is vége lesz, hogyha ha nem következik be olyan radikális, csak minimális változás következik be. De igazából a legnagyobb probléma az, amit már mondtam egy pár perccel ezelőtt, hogy azt a fajta változást, amit szeretnének a sötétzöld, és most már tényleg mindenki így hívja őket, a sötétzöld környezetvédők a Grétával az élen, és arra szoktak hivatkozni, és ő a példaképe mindenkinek, és hú, milyen fantasztikus, na az tényleg totálisan megvalósíthatatlan. Tehát ezt a fenepedet akkor se lehet megcsinálni. Nem tudjuk leállítani a világot, nem is akarják. Az egyszerű embereket a klímaváltozás elleni harc ellenségévé tették, tehát az emberek elutasítják ezeket a dolgokat, mert azt súlykolják beléjük, hogy félre mondjál le mindenről, ne legyen semmit, ne foglalkozni, ne csinálja, és ilyen zombi, középkori zombi életmódot folytassál, ez persze, hogy nem követendő példa. Viszont a úgynevezett techno-optimisták, közéjük tartozom, megmondom őszintén én is, már azt mondtam, még kollégáimmal is vitába keveredtem, én azt mondtam már régebben is, hogy igenis, hamarosan meg fogjuk találni azokat a megoldásokat, ahol meg lehet oldani ezeket a dolgokat. Ha úgy gondoljuk, hogy ez a széndioxidnak valóban jelentősen csökkenteni kell a mértékét, megjegyezném, ha egy kicsikét túltoljuk a dolgot, azt hiszem 0,4 ezreléke egyébként csak a széndioxid a légkörnek, tehát elenyésző része egyébként, de miután egy nagyon bonyolult, nagyon összetett ökoszféráról van szó, a Föld nevű gyönyörű kékbolygónak az ökoszférájára, és ha ezt egyszer elszúrjuk, és véletlenül 0,1%-a vagy 0,1%-kel többet vonnánk ki belőle, de arra ugyanúgy rá lehet faragni, mert akkor ugyanúgy felborul az egyensúlya. Várjál, és léteznek már is módszerek, már csak a technika kell. Föl lehetne dolgozni annak a széndioxid
többletnek, amitől most féltik a világunkat, a legnagyobb részét. Biztos mindenki hallotta már azt a kifejezést, hogy gázbeton, ez azt jelenti, hogy a betonba belenyomatják egyiket ezt a széndioxidot. Na most erre az építőiparban maximális mértékben fel lehetne használni. Azt mondják, hogy a 84%-át a fölösleges, tehát annak a széndioxidnak, ami úgymond a felmelegedés okozza, fel lehetne használni a építőiparban, a maradék 16%-át pedig a közlekedésben, az üzemanyagok gyártásánál. Most már csak maga a probléma az oka, és ez ugyanaz, mint hogyha végig gondolod, hogy ott van, amikor azt mondjuk, hogy hú, milyen víz problémák vannak, és előszeretettel mondják, nincsen, csak egyet mutas majd, hogy víz problémák vannak, gyerekek, van. A Föld nevű bolygónak a felszínének a kétharmad részét óceán borítja. Már csak ki kéne dolgozni azokat a technológiákat, hogy lehetne abból az irdatlan mennyiségű 100 milliárd évre elegendő vízkészletből, sósvízből, édesvizet csinálni, és ez megoldható. Jó, csak egyet mutatok, ahogy mondtad. És képes vagy azt mondani, hogy belém folytod a szót? Nem folytom beléd a szót, magamba is belém folytom. Na, az jó, de... De teljesen földhöz ragadt példát, hadd mondjak erre, és akkor én is azt mondom, hogy techno-optimista leszek, mert emlékszel, annak idején, 10-20 évvel ezelőtt, micsoda nagy botrányok voltak, hogy elégetik a használt gépkocsi gumikat. Gumikat. És aztán kitalálták, hogy nem kell meggyújtani, nem kell elégetni, nem kell a környezetet szennyezni. Feldarabolták és beépítették a futópályákba. Így van. És kész. Na, akkor mutatom az első nyereményt, a Tesla rejté. Egy másik bujákból, kozmikus utazó. Nem, jó, ez akkor egyszer. Jó, akkor helyette akkor azt tedd vissza, jó. És elnézést kérünk a kedves nézőktől, és akkor de megmutatjuk akkor a mostani nyereményet. Ez sokkal jobb egyébként. Az Empata kézikönyve, gyakorlati útmutató a szívközpontú tudatossághoz. Hát ez most ránk férne egyébként nagyon, ebben a világban. Nagyon, ebben a karanténfáradtságban. Itt van a áprilisi szám, fél éves előfizetés, amiből többek között az is kiderül, hogy a Balatonnál is vannak NASZKA vonalak, és a legújabb külön szám, amiről beszéltünk, mind megsülünk, hát nagyon reméljük, hogy nem, bár lehet, hogy mindenkinek igaza van. És akkor mondom a továbbiakat, a részleteket, először is a kérdést, hogy mikor vált kozmikus hólabdává, úgymond, ahogy mondtad, a Föld, és akkor kérjük szépen mindenféleképpen a Hihetetlen TV-kukac hihetetlenmagazin.hu-ra küldeni a megfejtéseket. A beküldési határidő nem elfelejteni, kérem, április 18-a, mert hogy sorsolás ennek megfelelően az április 23-ai adásunkban lesz. És akkor legközelebb április 2-a. Figyeljenek nagyon meg, most az idén olyan koránban húsvét, hogy akkor már igen. Ott is tartunk. Megismételjük a Változtassuk meg a jövőt című adásunkat, amiről már beszéltünk, és hát időutazás és mindenféle érdekes dolgok voltak. Csak most benne. Nem a múltba megyünk, hanem a jövőbe. Megyünk a jövőbe, hát ez van. Mert ma lesz a holnap tegnapja. És akkor új adással jelentkezünk, tehát április 9-én, veszélyes mellékhatások címmel, és hogy hát, ahogy mondják a post-covid, és egyáltalán a post-covid apokalipszis az lesz a címeink, mert az COVID, jobban kifejezi a covid utáni világban mire számíthatunk. Hát nagyon szépen köszönjük mindezt, megtisztelő figyelmüket, de hát azért azon kívül, hogy a premier adásunk pénteken este 21 és 22 óra között van. Máshol is meg lehet nézni minket, ahogy Robi most elmondja. Így van, a következő szombatján, körülbelül reggel már fél nyolcszájba fölkerül, úgynevezett beágyazott videóként, tehát a Facebookról indulva, a Facebookra, Facebook videóként, YouTube videóként, Dailymotion, Inda videóként, a MeWe videóként is, és hogyha olyan a téma, hogy felmerül az esély annak, hogy a nagytestvér esetleg mesterkedni akar, akkor a Bitchu oldalra is fölkerül. Ez fölkerül a Hihetetlen magazin Facebook oldalára és a Hihetetlen TV Facebook oldalára is. Mind a két oldalon műsorhoz kapcsolódó videókat, képeket, szövegeket találnak meg. Megpróbálunk maximális mértékben aktuálisak lenni, tehát rengeteg olyan dolog van, ami a vírussal, a jelenlegi helyzettel kapcsolatos, oda teszünk az érdekes anyagokat, itt mondhatják el véleményüket, és még egyszer megkérjük önöket, amit minden alkalommal elmondok, hogy kultúráltan tegyék meg ezeket a dolgokat, mert hogy tiszteljük egymást ennyire. Én hozzáteszem azt, hogy ez a bizonyos kultúráltan tegyük, ez nem nekünk szól, mert minket nem bántanak, hála Istennek, csak egymás közt. Úgyhogy úgy lájkoljanak, hogy szép legyen. Na akkor még egyszer köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és akkor, ahogy elhangzott, maradjanak velünk, találkozunk, és vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!
A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Mind megsülünk. Klímaháború a józanész ellen. A globális világvége ipar szürke eminenciásai. Irányított katasztrófák a Katrina hurrikántól Fukushimáig. Földönkívüliek befolyásolják az időjárásunkat. Klímamérnökség, hamis riasztások, pusztító napvihar, copfos messiás, hazugságok hálójában, demográfiai pokolgép, a Tunguszka rejtély. Hová tűntek az évszakok? Elsüllyedt világrészek, az első időjárás tervezők. Mi lesz velünk 100 év múlva? Mindenről olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.